egy fontos élményünkről szeretnénk beszámolni nektek. Bécsi élményünkről. Igen, látjátok. A legérdekesebb ebben az egészben az, hogy vannak ezek egy ragyogó ilyen lemezes dolgok Bécsben, lemezboltok. Képzeljétek el, hogy bementünk Esztivel egy lemezboltba, amelyikről kiderült, hogy egészen fantasztikus ilyen közismert hely. Igen, igen, ez egy kultfilmnek a helyszíne volt, a filmben forgott itt egy elég meghatározó jelenet, de mi ezt nem tudtuk, amikor ugye oda betévedtünk. Nekem egyébként személy szerint azt tűnt fel, hogy mennyien jönnek be, és hogy egyrészt, hogy mennyire baromira jó ez a bolt, tehát hogy ilyet én még talán nem is láttam, ilyen jól felszerelt és tényleg zseniális készlettel bíró, meg berendezésekkel bíró hanglemezboltot, és csak azt tűnt fel, hogy egyre jönnek a fiatalok is, a lányok, az emberek, és a kisbolt hirtelen tele lett emberekkel, és aztán megfogott ez a logó is, erre majd később még vissza fogok térni, de hogy így valahogy összeállt lassan a kép, és oda jött hozzám az eladó hölgy is, aki egyébként nagyon kedves és nagyon készséges, tehát... Igen, nagyon bájos. Minden egyszerűen annyira csodálatos igen, azon igen. A helyen, ahogy lennie kell egy ilyen helyen, ez igen. Mint rendesen, mint nálunk is. Ja. És kicsit hasonlít az egész a Rózsavölgyinek a szép fénykorára, Rózsavölgyi zeneműboltunknak. Tehát egy olyan patináns hely, igen. Azt lehet mondani, ez egy ilyen patináns igen. Hely. Na és hogy akkor a lényegre térjek, tehát mint összeállt a kép, egy kultikus szerelmi filmnek, azt egyébként úgy tartják, hogy a top szerelmes love story-s filmeknek az egyike. Hát az egyike, igen, tehát így a top 10-be benne van egy kultfilm, az biztos. Mielőtt fel kell a nap? Mielőtt a nap fel kell, Before Sunrise. Uh-huh. Na most kiderült, hogy ebben a filmben itt forog egy jelenet, ebben a lemezboltban. Nem is akármilyen jelenet. Nem is akármilyen jelenet, bizony. És hát aki látta a filmet, az annak szerintem nem is kell ezt tovább ragozni, aki meg nem, az nézze meg, és akkor mindenre fény derül. We need, huh? Yeah. There's even a listening booth over there. Have you ever heard of this singer? Bitch. De az a lényeg, hogy összeállt a kép lassan, hogy tulajdonképpen ez az a bolt. És nekem így ott volt már a kis agyamban, tehát én emlékeztem is erre a filmre, de a fő poén az akkor volt, amikor az eladóhölgy, ez a kedves eladóhölgy oda jött, mert elkezdtem nézegetni ezzel a logóval ellátott, hát méltán híres tarisznyákat, táskákat ugyebár, és ezt majd egyébként meg is mutatjuk, igen. hogy nézett ki, illetve hogy néz ki. Látjátok. Több szín és hát végülis stílusában ugyanaz, de színben igen, egy színben anyagában talán eltérő táskák is vannak. Na de a lényeg az, hogy elkezdtem ezeket nézegetni, és akkor oda jött hozzám az eladóhölgy, beszélgettünk pár mondatot arról, hogy mi is ez a logó, és hogy láttam-e a filmet. Na és akkor itt, aha, igen, láttam, és meghallgattatta velem az akkor a filmben elhangzó dalt, lemezt, a dalt és lemezt, tehát ami megy alatta, és a lemez is felbukkan a filmben, és ezt felrakta nekem, hogy hallgasson meg. Mondtam, hogy igen, a filmet ismerem, de nyilván most így a dal annyira nem volt meg. De meghallgattam. Mert ez a lényeg, az a lemez. Igen, szóval azt a lemezt a hölgy felrakta nekem, ami a filmben is a jelenet alatt éppen szól, és szó is van róla, látható, hallható is, és meghallgattotta velem, és így állt össze teljesen a kép, úgyhogy ez egy zseniális élmény volt, és kiderült, hogy egy kultikus helyszínen járunk éppen,
nem csak önmagában elragadó a helyszín, hanem tényleg még történelmi, vagy hát legalábbis kultikus jelentősége van a dolognak. Ja, és ott voltak azok a lemezek, ilyen kis lemezek is, rengeteg nagyon nagy választékban, és ott voltak a jobbnál jobb lemezek ott ugye egymás után, és köztük volt ez a bizonyos. Bizony, ki volt éve, meghallgattuk. És egyébként tudni kell erről a logóról, ami egyébként hát elég híres így önmagában is. Már kint van az utcán, a bolton is. Igen, már van egy cégére is úgymond, van egy reklámtábla, ami jelzi ezt, és bent is több helyen feltűnik, illetve mondom, tehát táskát, tarisznyát, pólót, relikviákat lehet ezzel a logóval találni, ami hát nyilván ugye old and new, tehát régi és új, és már a filmben is feltűnik. Tehát elég szerintem egy pillantás, körülbelül 2 másodpercig, ha lehet látni, de így beég szerintem, és remélem, hogy sokaknak mond is valamit, úgyhogy erről igen, felismerhető. Mert a lemezek azok olyan jó dolgok, és olyan igen, fontosak. Igen. A vinil, a hanglemez. A legfontosabbak. Soha lemezek, meg nem unható, és a divatból soha ki nem menő dolgok ezek szerintünk legalábbis. Úgyhogy menjetek el Bécsbe, menjetek el ebbe a boltba, tehát ez a neve, és járjatok a csodájára ti is, mert tényleg szuper fantasztikus. Mondjuk ezt lemezboltosként, hogy igen, na ez már valami. Igen, igen. Mi is ugye itten Magyarországon képviseljük ugyanezt, ugyanezt emberek. Igen, de ez tényleg nem menő. Úgyhogy köszönjük a figyelmet. Hello, sziasztok! Sziasztok!